Mindenek előtt szeretném megköszönni azoknak a hazaszeretettől vezérelt fradistáknak a munkáját, akik a szivárvány színre festett propaganda padot zöld-fehérre festették. Külön köszönet ezért, hogy a deviánsok újabb akciójára reagálva a ferencvárosi szurkolók ezt ismételten megtették. Ezért a példaadó helytállásért a Mi Hazánk mozgalom jogi védelmet ajánl fel a feljelentett fradistáknak, és vállaljuk, hogy a tagjaink is besegítenek az LMBTQ színek eltávolításában a jövőben bárhol Magyarországon. Mindenhova oda megyünk, ahol ilyen propagandát akarnak ránk erőltetni. Ez a pad egy kisebb háború központi elemévé vált a héten, amiért egyedül Budapest 9. kerületének polgármestere Baranyi Krisztina a felelős. Nem az önkormányzat megkerülésével önhatalmulag kellene LMBTQ szervezeteknek teret adni, mert az emberek nem ezért választották meg a képviselőasszonyt. Ha önhatalmulag szeret intézkedni, akkor a helyes lépés az eféle aberált társaságokkal való egyeztetések helyett azok kitiltása volna a kerületből. A legtöbben azonban nem értik, miért probléma egy pad szivárvány színűre festése, nem értik, mi a gond a szivárvány színű gyalogos átkelőhelyekkel, a kitalált társadalmi nemeket ábrázoló jelzőlámpákkal, a szivárvány színű rongyokkal a középületeken. Az ő számukra például a Nemi Identitás Válsága című könyv elolvasásával körültekintőbb tájékozottságot ajánlok a témában. Többek között szükséges tisztában lenni azzal, hogyan állt a marxizmus az 1968-as forradalom hátterében. A terv egyszerű. Előbb egyenlővé tették az egészségtelent az egészségessel, majd kötelező lett elfogadni az abnormálist normálisként. Végül ránk akarják erőltetni, hogy védelmezzünk minden aberrációt, mint büszkeséget, ahelyett, hogy megfékeznénk annak terjedését. Nyugat-Európa több országában már akár 4 éves kortól átoperáltathatják magukat a gyerekek szülői beleegyezés nélkül. Csak a kiskorúak szivárvány színnel való érzékenyítésének következtében juthatott el idáig egy ország. Az LMBTQ mesekönyvek és a transzlények előadásai óvodáskorú gyerekeknek rendkívül káros jelenség. A szivárvány színű pad kérdése tehát egy összetett folyamat része, melyet egy sajtótájékoztató időkeretében nem lehet kifejteni. Ma még csak egy padot festenek át, holnap már a te gyermeked nemét változtatják meg. A Mi Hazánk szerint nincs helye Magyarországon LMBTQ propagandának, és minden lehetséges módon fel kell lépni ellene. Be kell tiltani a fiatalkorúak érzékenyítését, az állami intézményeken kívül is, fel kell lépnünk gyermekeink lelki és testi megrontása ellen a lehető legszigorúbb módon, nem adhatunk teret a genderlobbinak semmilyen formában, így a Mi Hazánk mozgalom többek között betiltaná a Budapest Pride-ot is. Sajtótájékoztatómat Makkai Sándor, erdélyi református, egyházkerületi püspök szavaival zárnám. Egészséges magyar család jelenti az egészséges magyar nemzetet. Köszönöm a figyelmet, van-e bármi kérdés? Amennyiben nincs úgy, sajtótájékoztatónk nem ért véget, kérném a további figyelmet. Mi Hazánk mozgalom úgy döntött, hogy nemzeti színekre festi ezt a padot, hiszen hogyha ezt bárki megrongálja, akkor úgy a magyar nemzeti jelképet fogja meggyalázni, és a Mi Hazánk mozgalom eljárást fog indítani a megrongálóval szemben. A Mi Hazánk mozgalom szerint a pad piros-fehér-zöld színre történő festése nem rongálás, csupán szabad véleménynyilvánítás. Úgy, ahogy azt a polgármester asszony Baranyi Krisztina is mondta, így mindenkit bíztatunk a szabad véleménynyilvánítás jogával élni, nem szabad meghátrálnunk az LMBTQ propagandával szemben.